Jó reggelt kívánok, tisztelt országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az országgyűlés őszi ülésszakának 19. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Földesi Gyula és Nyakó István jegyzőurak lesznek segítségemre. Kérem tisztelettel, kedves képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, és kicsit halkabban. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Osztolykán Ágnes frakcióvezető helyettes asszony, Romák a médiában címmel. Öné a szó, frakcióvezető helyettes asszony. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mint ahogyan azt már korábbi felszólalásaimban is kinyilatkoztattam, az LMP fontosnak tartja, hogy felismerjük és nyíltan ki is mondjuk, hogy a romák társadalmi integrációja össztársadalmi érdek és cél, és nem szabad hagynunk, hogy ezen ügy a politika vagy politikai pártok martalékává váljon. Jelen felszólalásomban egy olyan problémát kívánok a tisztelt ház elé tárni, amely meghatározza a romák, mint kisebbségi csoport helyzetét ebben az országban. Ezen probléma pedig nem más, mint a romák médiában való megjelenése. Amikor erről elkezdünk értekezni, fontos az ügyet két szempontból vizsgálni. Az első szempont az én olvasatomban az, ahogyan a jelenlegi magyar média megjeleníti a romákat, és ez a megjelenítés enyhén szólva sem pozitív. Sőt, talán mindannyian emlékszünk olyan esetekre, amikor a társadalom nyakán élősködő elemekként voltunk felhasználva és megmutatva. A média, mint ahogyan azzal mindannyian tisztában vagyunk, komoly véleményformáló erővel bír a világban. A sztereotípiák erősítése, megjelenítése és közlése nem közelebb hozza ezen kisebbségi csoportot a többséghez, hanem fényévekre taszítja egymástól őket. A mai magyar társadalomban a szélsőséges beidegződések sajnálatos módon komoly teret nyertek, mely jelenséghez a média nagyban hozzájárult. Ma Magyarországon sajnos nyíltan lehet zsidózni, cigányozni mi egymást, sőt különböző színes köntösökbe bújtatva még uszítani is. De térjünk át a második szempontra, mely maguknak, a roma szakembereknek a megjelenése a médiumokban. Ha pozitív felhanggal akarunk indítani, akkor el kell mondanom önöknek, hogy ezen a területen a roma média gyakornoki és újságíró képzésben sikereket könyvelhetünk el. Ezek a folyamatok évekkel ezelőtt kezdődtek el. Jelenleg a Roma Produkciós Iroda Alapítvány bonyolított le 3 sikeres gyakornoki programot, melynek következtében diplomás és diploma közeli roma fiatalok tudtak bennmaradni a többségi média világában, nem roma szakterületen, szerkesztőként, műsorvezetőként, olyan műsorokban, mint a Nappali vagy a Szempont. Ezek fontos események, mondhatni sikertörténetek, melyek alapja nem a pozitív diszkrimináció, hanem az esélykiegyenlítés. Ezen program alapvetése a BBC által használt példán alapul, mely esetben a BBC megpróbálta a televízióban leképezni az adott társadalmat. Ha teszünk ezzel egy röpke összehasonlítást, akkor azt láthatjuk, hogy neki kicsit jobban sikerül. Ma Magyarországon a kb. 830 fős magyar rádióban 3 roma ember dolgozik, aki nyíltan vállalja identitását és származását. A kb. 1500 fős magyar televízióban 14 ember vállalja hovatartozását. A társadalom leképeződésének tehát mindenben nyomát sem látjuk. Végezetül engedjék meg nekem, hogy felvessek egy olyan ügyet, amely ma Magyarországon sok roma és nem roma ember szívfájdalma.